Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Amikor könnyelműen elvállaltam, hogy ebben a nagybőjti felkészülésben én is elmondom az én gondolataimat, akkor még nem tudhattuk, hogy 16. Benedek pápa itt hagy minket, és még kevésbé tudhattuk azt, hogy ki lesz az új pápánk. Ez az elmúlt hónap érdekes módon akkor is február 11-e volt, amikor 16. Benedek pápa bejelentette, hogy ő a Péteri szolgálatát áthagyja másnak, és most márciusban is 11-én kezdődött a konklávé. Véletlenül így adódott. És hát az elmúlt héten nekünk, keresztény embereknek természetesen minden gondolatunk, első gondolatunk az volt, hogy az Úristen merre felé vezeti az egyházunkat. Na azt akarom csak mondani, hogy amikor Julikával megbeszéltük, hogy ennek a mai elmélkedésünknek, husvéti készülődésünknek ez legyen a témája, hogy a tettekben megnyilvánuló hit, akkor hát én csak a saját gondolataimra, a saját emlékeimre gondoltam. De most, amikor a pápánk Assisi Szent Ferenc nevét választotta, és most meg is magyarázta akár az újságírók előtt, akár pedig a mai bemutatkozás, amikor hát a mai... Szent József ünnepen az ő ünnepélyes székfoglalója volt, egyértelműen a szegényekre irányította az egyház figyelmét. Egy egészen új program. Latolgattuk mindnyájan, amikor meghallottuk, hogy Ferenc nevet választott, hogy vajon melyik Ferencre gondol. Jezsuitaként, a Xavier Szent Ferencre, vagy az argentínát misszionáló, Ferences szerzetesre, de egyértelműen azt mondta, hogy ő azt hiszi, Szent Ferencet választotta. Olaszország védőszentjeként is tisztelik őt. Nekem nagyon kedves emlékem, amikor 1995-ben először jártam Rómában, egy cserkész kongresszusra mentünk Brückner Ákos atyával, többek között, Életünkben mi akkor voltunk mind a négyen először Rómába. Autóval mentünk, fogalmunk se volt, hogy hogy kell bemenni ebbe a nagyvárosba. Ott csalinkáztunk a, a körgyűrűn, aztán hát csak úgy elindultunk. És az első hely, ez valami hajnali, öt óra volt, meg egész éjjel autóztunk. Az első olyan hely, ahol meg tudtunk állni autóval, hát kiszálltunk és körülnéztünk, hogy hol is vagyunk. És... A hiszi, Szent Ferenc szobrát láttam meg legelőször. És akkor kiderült, hogy az a Lateráni Bazilika előtti tér. Hát szóval nekem egy ilyen kedves emlékem is van róla. Na hát tulajdonképpen, amikor most Húsvétre készülődünk, a hit évében, akkor én ezt a gondolatot szeretném veletek együtt átelmélkedni. Szentlélek Úristen segítségével, hogy mit is vár tőlünk az Úristen. Ha megajándékozott bennünket a hitben látás képességével, ajándékával, akkor ez mire kötelez bennünket? Minnyáján sokszor hallottuk már ezt a szentírási rövid, egyértelmű kijelentést, hogy az igaz ember a hitből él. Az igaz ember a hídből él. Már az Ószövetségi Szentírásban megtaláljuk Habakuk proféta könyvében ezt a mondatot, aztán többször is idézi, Szent Pálapostól is, Szent János is a leveleiben. Az igaz a hídből él. Ez a következetes magatartás, ha egyszer tudjuk, hogy merre van előre, akkor előre kell menni. Nem lehet ez kétséges. Nagyon sok szép szentírási idézetet gyűjtöttem egybe. Az egyik kedvenc szentírási mondatom a Galata Levél 5. fejezetéből való, csak a hit számít, amely a szeretetben teljesedik ki. És ott előtte Szentpál Apostol arról ír, hogy most, zsidóságból megtért keresztények, vagy pogánságból megtért keresztények, kinek van előnyük, kinek van előjoguk, és megint Szent Pál az ő nagy hitével azt mondja, hogy semmi nem számít, csak a hit, amely a szeretetben teljesedik ki. Vagyis a hitből fakadó élet. Ritkán idézzük Szent Jakabnak a levelét. Na most ebből szeretnék felolvasni néhány mondatot, hát főleg ha hiúságból nem hordok még mindig szemüveget, de megpróbálom. Majd nézetek utána a, az első, az amit idézni szeretnék, megint csak erre, a, erre ráerősít Jakab Apostol, a tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben önmagatok csak csaljátok meg. Tehát a tanítás, a megértett Krisztusi szándék és az életünk összetartozik. Ha nem úgy élünk, ahogy mondjuk, akkor hiteltelen az életünk. Nagyon szeretem ezt a mi magyar szófordulatunkat, hogy hiteles élet. Most, amikor próbáljuk izlelgetni Ferenc pápánknak a személyét, valaki írta a napokban, hogy az első pillanatban, amikor kilépett oda az erkére, azt mondja, hogy megdöbbent, hogy hát egy olyan semmit mondó ember. Ez is akkor megállt, olyan kis kézmozdulattal, és utána azt mondta, hogy bonaszéra. És abban a pillanatban feloldódott benne ez a döbbenet, hogy, hogy hát nem egy, egy különleges személyiség. És lassan-lassan kezdjük megismerni a hírekből, hát ma délelőtt és a közvetítést néztük Rómából az ő beiktatási miséjét, és mindig valamit megtudunk róla, és egyre inkább ez a meggyőződésem, hogy egy hiteles ember. Jó Istentől őt kaptuk ajándékba. Na, amit igazából szeretnék olvasni, ez a Jakab levélnek a második fejezetéből, a 14. verstől. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek. Üdvözítheti a hite. Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá, menj békével, melekedj, lakjál jól, de nem adná meg neki, amire testének szüksége van, mit használna. Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki, neked hited van, nekem meg tetteim. Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis rettegnek. És aztán majd otthon olvassátok el tovább, tehát a Jakab levél második fejezetének a tizenegyedik versétől, hogy Ábrahám példájára utal és a többiekre. Nyilván nem először halljátok tőlem ezt a Gondolatot, amivel szoktam tréfálkozni, hogy nagyon örülök, hogy itt vagytok. Ezt a nagy templomunkban is sokszor elmondom. Na de mire vártok? Még meddig vagytok itt? Hát menjetek már, hát nincs dolgotok. Na most tényleg így gondolom, hogy ebben az értékvesztett világban, ebben az elpogányosodott Európában, amikor Boldog második János Pál is, 16. Benedek Pál is, 16. Benedek Pápa is, az új evangelizáció felelősségéről beszél, a misszióról, akkor ez elsősorban azt kell, hogy jelentse a számunkra, hogy nem mindegy az, hogy hogyan élünk, hogyan ismernek be bennünket azok, akik között élünk. Az, hogy elmegyünk a templomba, most jól értsétek, ez a mi magánügyünk. Ez tényleg a magánügyünk. Senki nem kényszerít bennünket, mi döntjük el, hogy elmegyünk-e vagy nem. De hogy hogyan élünk, a családban, a hivatásunkban, az emberi kapcsolatainkban, ez már nem magánügy. És az Evangélium képviselete, a misszió az nem azon múlik, hogy milyen rádiónk van, vagy internetünk, vagy, vagy, nem tudom milyen csodálatos szerkentjünk, hanem azon, hogy hiteles -e az életünk. Hogy akik minket ismernek, azok előbb-utóbb rákérdeznek arra, hogy mi a te titkod. 16. Benedek pápánknak az egyik körlevel, amit én különösképpen is szoktam emlegetni, a keresztény reményről szóló körlevele, amit nem sokkal, a, hát először is az Isten szeretetéről írt, aztán utána pedig ez volt a második, a keresztény reményről, a Spe Salvi című körlevele. Abban hivatkozik Péter Apostol első levelére, hogy álljatok készen, hogy feleletet tudjatok adni azoknak, akik megkérdezik, hogy mi a ti reményetek alapja. Másképpen? Úgy éljetek, hogy előbb-utóbb feltűnő legyen a ti magatartásatok. És akik benneteket ismernek, azokat izgassa az, hogy hát ezek miért tudnak ilyen szépen élni? A családban, a becsületes munkában, az egymás segítő életben. Na, tulajdonképpen azért. Az egész mai nemnek a, a központi gondolata, ezért ezt engedjétek meg, vagy bocsássátok meg nekem, hogy csak erre szeretném leszűkíteni ezt a témát, hogy hogyan nyilvánul meg a hitünk, amikor az emberi nyomorúságot próbáljuk enyhíteni. Még a... Pilis Maróti életemből, szolgálatomból ismerem a Gabi nénit. Egy drága, kedves asszony. Budapesten az egyetemi templom közelében volt egy nagyon szép háromszobás lakása. Egy nagyon jó állású férje volt, jó, jó kereső férje volt, és hát nagyon jól, jól voltak anyagilag ellátva. Férje meghalt, gyerekük nem volt, ott maradt egyedül ebben a háromszobás lakásban. Ennek körülbelül 20 éve már ugyanabban a házban lakott egy akkor még csak öt gyerekes család. Ugyanabban a házban egy két szobás Lakásba. És ugye, a néni egyszer fogta magát, átment hozzájuk az ő első emeleti lakásából, fölment a második vagy harmadik emeleti kis lakásba, becsöngetett hozzájuk, és azt mondja, drágáim, lenne egy ajánlatom, cseréljük el a lakásunkat. Ti gyertek le az én háromszobás lakásomba, én meg megyek ide a, a ti két szobásotokba. De, de hát Gabi néni, hát nagyon köszönjük, nagyon kedves, de, de hát nekünk nincs pénzünk, hát mi nem tudjuk a, ezt a különbözetet kifizetni. Azt mondja, hát édeskeim, hát csak, csak nem gondoltátok, hogy ezt én pénzért akarom. Fogadjátok el, cseréljük el. És hát aztán utána még, még születtek még gyerekek, de egyébként ismeritek ezt a családot, ez a Benyús család. Hallottuk már őket. Aztán utána teltek múltak az évek, aztán a Gabi néni ezt a két szobás lakását is odajándékozta egy harmadik, egy másik családnak, és ő most jelenleg itt Leányfalun egy nyugdíjas otthonba, egy kis szobába, ott Várja jó istennek a behívóját. Sokszor kérdezgettem, meg, meg beszélgettünk is róla, hogy, hogy hát mi adott neki ehhez bátorságot és erőt. Hát mindig csak mosolygott és elterelt a, a szót erről a kérdésről. De továbbra is megmarad bennem, mint a mi mai magyar társadalmunknak egy érthető, kézzel fogható példája, hogy így is lehet csinálni. Tulajdonképpen ez az, ami foglalkoztat engem jó ideje, jó régen, hogy véletlen lehet-e az, hogy itt élnek körülöttünk, mellettünk szegény emberek. Hát jól emlékezhettek rá, hogy most már nem is tudom, hogy hány éve volt az, amikor karácsonykor meghirdettem azt, hogy karolj föl egy családot. Minden családon nem tudunk segíteni, aki hiteles csapdába kerül, meg, meg munkanélküliségbe. Hát talán egy családon tudunk segíteni. És azt remélem, hogy ezt csináljátok továbbra is, és mindenkinek megvan a maga családja. De tovább... Kell vinni a gondolatot, és megint visszaidézem az elmúlt karácsonynak a gondolatát, mert azóta is ez foglalkoztat engem. Emlékezhettek rá, amikor azt mondtam, hogy tegye föl a kezét az, aki jelentkezett, hogy hol és mikor, és milyen adottságokkal akar születni. Most is kérdezem tőletek, ki jelentkezett? De ennek a kérdésnek igazából a hátterében az van, amit megint csak kis nem is mondom, hogy kisarkítva, hanem tényszerűen szoktam emlegetni, és, és ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy az a nagybörzsönyi cigánygyerek őse jelentkezett, hogy ő ott akar születni. Van egy kedves tanítványom, egyik büszkeségem, a kaposfői plébános, a Somos Laci atya, Esztergomban tanítottam őt, és hát csak biztos emlegettem már őt máskor is, a Kaposvári Egyetemen volt tanársegéd, mielőtt bejött a teológiára, és hát többször voltam már tanulja tanúja annak, hogy akárhányszor a Kaposvári Egyetemen valahogy nagyobb ünnepség van, ő is mindig ott van a régi kollégái között, és nagy szeretettel, tisztelettel vezik körül. És ez a Somos Laci mániákusan a cigányokkal foglalkozik. Ott a plébániáján berendezett két tantermet, és egy úgynevezett tanoda rendszerrel segíti a cigánygyerekeket. A régi egyetemi kollégái Vállalták, hogy minden nap egymás között beosztották, hogy ki mikor hozza az ebédet annak a 30-40 cigánygyereknek. És ez azóta is több mint tíz éve így működik. Na ez a Somos Laci mesélte nem olyan régen, hogy egy kis cigány kislány, egy okos, aranyos, kedves kis cigány kislány egyszer sírva oda borult a vállára, és azt mondja, Atya, miért verd meg engem az Isten, hogy én cigánynak születtem? Na most, ez egy olyan kérdés, amit nem szabad elfelejtenünk, és amitől nem szabad elterelnünk a figyelmet. Múlt héten, múlt vasárnap, a jezsuitáknál, most ugye most ennek megint fölértékelődik a fogalma, hogy a Ferenc pápán kapcsán, Pesten a jezsuitáknál a párbeszéd házában részt vettem egy kerekasztal beszélgetésen, ahol éppen a magyarországi szegénységnek a problémájáról beszélgettünk. A szociológus professzorokkal, Hoffer József jezsuita atyával, és ott mondta az egyik beszélgető társam, hogy különböztessük meg a relatív szegénységet és az abszolút szegénységet. A relatív szegénység az minnyájunkra érvényes, minnyáján szegények vagyunk, mert találhatunk egészen biztos baráti körben, családban is nálunk gazdagabb embert. Hozzájuk viszonyítva mi szegények vagyunk. Ez a relatív szegénység. Ugye ez az, amit szoktam mindig mondani, hogy a, a torna sorban mindig valaki valahol van. Mindig van valaki, akinek jobb anyagi körülményei vannak. De az abszolút szegénység, Gazsó Ferencnek hívják egyébként ezt a szociológia professzort, az abszolút szegénység az, amikor valakinek már nincs belső igényese arra, hogy ő változtasson a sorsán. Ez a somos laci, ha így szokta ezt mondani, hogy ezek a mély szegénységben élő cigány emberek, de hát most már sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos tényszerűen nem csak cigány emberek élnek ilyen mély szegénységben Magyarországon, hogy az önbecsülésük hiányzik. És ez a munkanélküliséggel, a foglalkoztatási problémájukkal kapcsolódik össze, hogy nincs önbecsülésük. Ez a Gazsó Ferenc mondott egy példát, hogy egyetemi diákjaival elmentek valahova Szabolcsba, ilyen szociológiai tanulmányútra, és föltűnt neki, hogy az árokparton ül egy cigány és úgy néz előre. Aztán mentek oda a faluban, beszélgettek, ismerkedtek. Jó pár óra múlva jöttek vissza, ugyanott ült ez, a, ez az ember, csak megfordult. Ennyi volt az ő aznapi élet változtatása. Döbbenetes ebbe belegondolni. Na most nem akarom ezt nagyon... Félrevinni csak erre a mai beszélgetésünket, csak arra hívlak benneteket, hogy ezt az előbbi kérdést, hogy senki nem maga választja, hogy hol születik, de ebből nekünk hívő embereknek, akik megértettük már az Úristennek az örök szeretetét, megértettük, mert kaptunk egy, egy belső fényt, aminek a fényénél kezdjük nézni az életünket, hogy Jézus Krisztus személyében a minden teremtő Isten egyedül ő az, aki maga választotta, hogy hogy jöjjön közénk. És választotta azt a betlehemi nyomorúságot, amire de hát csak úgy zárójelbe hozzáteszem azt, hogy ezt nem szabad kiszínezni gyerekeknek elmegy persze a kedves betlemi történet, de nekünk, felnőtteknek szembe kell nézni azzal, ahogy valaki idén karácsonykor megfogalmazta, egy hajléktalan élethelyzetbe jött az Isten. Egy hajléktalan élethelyzetbe. A minden teremtő Isten. A filippiekhez írt levélben írja Pálapostól ezeket a jól ismert mondatokat, hogy kiüresítette önmagát. Egy lett közülünk. A szegény emberekkel, a kisemmizett emberekkel vállalt sors közösséget. És ez az, amivel jelzi azt, hogy mit vár tőlünk. Ennek a gondolatnak, hogy amit a Jakab levél olyan egyértelműen megfogalmaz, hogy az igaz a hitből él, és a tettek bizonyítják a mi hitünket. A a bort és, iszik és vizet prédikál félelmetes figyelmeztetése minnyájunkra vonatkozik, nem csak ránk papokra. Tényleg meglátszik-e rajtunk, hogy mi hiszünk Isten irgalmas szeretetében? És ez az irgalmas szeretet tükröződik-e a tetteinkben, a magatartásunkban? Vagyis az, amikor mi szembe nézünk ezzel a tényel, hogy ugye Jézus a betániai vacsorán, most ugye a nagy héten emlékezünk erre is, ott mondta Júdásnak, hogy szegények mindig lesznek veletek. Az emberiség történelmét, ha végignézzük, és most megint nem szeretnék úgy nagyon bele merülni ebbe a kérdésbe, de Ferenc pápánk is jelezte azt, hogy, hogy a 21. században a 7 milliárdnyi emberiségnek a, a tényével szembesülve, még inkább igaz ez, hogy szegények mindig lesznek veletek. Talán említettem már egyszer, hogy a, az interneten van egy, egy program, a Vördométer, ahol a napi adatokat lehet nézni. Tehát, hogy pontosan hányan vagyunk ma a világon, de utána ott vannak ilyen számok is, hogy naponta hányan halnak éhen. És, és erre nyugodtan azt mondhatjuk, hát Szomáliába nem tudunk elmenni, az messze van, oldják meg az ottani vezetők. Na de nem kell Szomáliába menni ahhoz, hogy szembesüljünk azzal, hogy éhező gyerekek vannak közöttünk. Most nagyon megdöbbentett minnyájunkat ez a múlt heti természeti katasztrófa. Történetesen éppen csütörtökön 14-én hajdú dorogon voltam a görög katolikus iskola tanárainak, tartottam egy lelki napot, és amikor elindultunk hazafelé hat óra után, már az ónos esőtől minden tiszta jég volt, az autót alig tudtuk levakarni a jégtől, de végig ott nem tudom hány kilométeren keresztül tükörjég volt az autók az árokba. És akkor utána aztán hazaértem, mert kérte a házigazda, hogy ha hazaérünk, akkor telefonáljak neki, hogy épségbe hazaértünk. És amikor, hát tényleg fölhívtam őt kilenc óra után, akkor mondom, hát köszönöm, hogy aggódtatok, értünk, hazaértünk. Azt mondja, Nálunk viszont nincs már áram. Tehát akkor kezdődött ez, hogy, hogy ez a szenvedés őket elérte, ott Szabolcsba, ott, ott Nyírségbe. És hát aztán utána láttuk ezt a szörnyűséget a televízióból, hogy, hogy mi volt az ország nyugati felén. Ez a tényleg borzasztó vihar, és hát a sok emberi szenvedés. De most megint csak ezt akarom mondani, hogy szegények mindig lesznek veletek, mindig lesz valaki, aki segítségre szorul. És ez az, amit mi hívő emberként Jézus Krisztus példája nyomán magunk elé kell állítanunk. Hogy az Úristen ezt várja tőlünk, hogy segítsünk egymáson. Megint egy gyönyörű, szép idézet, az, amit megint sokszor szoktam mondani, hogy hogyan van meg Isten szeretete abban, aki látja, hogy a testvére szükséget szenved, és bár segíthetne rajta, de elzárja előle a szívét. Ez az első János levél harmadik fejezetébe van ez az, ami a hitünket igazolja. Hogy naponta szembesülünk azzal, hogy az Úristennek elvárása van felénk, nem véletlen az, hogy valakiről megtudjuk, hogy elvesztette az állását, nem véletlenül valakiről megtudjuk, hogy éppen most lett beteg, most vitték kórházba, segítségre szorul. Megint az elmúlt hétre azért csak szeretnék utalni, hogy, hogy mindentől függetlenül nagyon büszke voltam azokra, akik azonnal rögtön mentek segíteni. Itt a híradóból láthattuk, hogy, hogy minden kényszer nélkül bepakoltak, és, és vittek ennivalót, innivalót teát, vagy, vagy befogadták a, a, az otthonukba azokat, akik ott rekedtek az országúton. Tehát hála Istennek azért a népünk jobbik részébe, ott van mindig ez a, ez a készség. Ez az, az azonnali segítőkészség. <tűzlés> az, amit még ebben a gondolatkörben szeretnék kihangsúlyozni, most ennek a Gabi a példájára, hogy ő odaadta a nagy lakását, aztán a másik lakását is, és, és ő szépen visszahúzódott abba a otthoni kis, hát az idős otthoni kis szobájába, hogy egy ilyen áldozatra, ilyen önzetlen, önkéntes áldozatra mi ad erőt? És a választ nem lehet más, csak a hitünk. Húsvétra készülünk. És minden évben, ahogy szoktam mondani, egyre felnőttebb hittel próbáljuk átélni, átgondolni azt, hogy Mit hozott nekünk üzenetül, ajándékul, reménységként Jézus Krisztus az ő halálból való feltámadásával? Szent Pálapostol első korintusi levélben írja azt, hogy ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, szánalomra méltóbbak lennénk minden embernél. Ám feltámadt a halálból elsőként a halottak közül, és ez a mi reménységünk forrása minden évben ezt akarjuk, ezt próbáljuk újra átélni, megint a saját életünknek a vonatkozásában. Az előbb idéztem ugye a Benedek Pápának a reményről szóló körlevelét, és ott írja ezt, hogy a feltámadás az nem egy információ, hanem az egy performatív ismeret. Ezzel azt akarja kihangsúlyozni, hogy életet átalakító ismeret. Mert az információ az olyan, amit a interneten bármikor most már megszerezhetünk, beírjuk azt a szót, és rögtön megkapjuk a választ. De attól nem lettünk emberebb emberek. A performatív az az átformáló ismeret. És Jézus feltámadása ilyen átformáló ismeret. Nem régibe kaptam egy evangélikus barátomtól egy könyvet, egy amerikai szerző, Rick Warrennek egy, egy könyve, Isten életet formáló ereje. Ez a címe. És az első mondat, ami ami megragadott engem, az is a filippi levélből volt, hogy megismertem őt és feltámadásának az erejét. Megismertem őt és feltámadásának az erejét. A hitben, Jézus Krisztusban megismertem az Isten szeretetét, az én megváltómat, és az ő feltámadásának az erejét. És ez a Rikváren erről ír, hogy hogy a feltámadásnak az ereje segít és képesít bennünket arra, hogy napról napra egyre krisztusibb emberré váljunk. Krisztus képmásává, ahogy a rómaiakhoz itt levélben írja Pálapostól. Átformálódjunk az ő lelkületére. Zárójelben mondom, hogy ez a reklám helye is, hogy most már több mint egy, több, mint egy éve, Beszélgetünk az evangélikus, református püspök társaimmal a Duna televízióba, és hát úgy most kezd azért ismerté válni, most már egyre többször hallok visszajelzést, most valaki a héten mondta, hogy, hogy úgy örült, hogy hallgatta ezt a beszélgetést. Ez vasárnap fél nyolc-tól fél kilencig van, egy nem tudom kicsit rossz időben. Talán, hogyha érdekel benneteket, most is leszünk. Ebben a legutóbbi beszélgetésünkben nagyon bátran belevágtunk az eukarisztia és az úrvacsora kérdéskörébe. És a Steinbach József református püspök társam mondta azt, hogy amikor mi úrvacsorát veszünk, az élő, feltámad Krisztussal találkozunk a testvéreinkkel együtt, a bűnbocsánatra a Szent Lélek ajándékaként. Ezt így tudtátok? Hogy a reformátusok így mennek urvacsorázni? És utána természetesen visszamondtam, hogy és mi, amikor az Eukarisztiában Jézussal találkozunk, amikor áldozni megyünk, ugyanezt akarjuk átélni az élő, feltámad Krisztussal találkozunk a testvéreinkkel együtt, a bűnbocsánatra a Szentlélek ajándékaként. Na most ez az, ami az idei húsvétban is hangsúlyt kell, hogy kapjon, hogy Jézus Krisztusnak a lelkületét akarjuk elérni, abban a hitben, hogy ő benne megtaláljuk a mi megváltónkat, a feltámad Krisztust, és ez átértékeli az életünket. Az első évszázadoknak, keresztény évszázadoknak a vértanúi. Ez, döbben, ezzel, ez döbbentette meg a, a római prefektusokat, meg kínzóikat, hogy nem lehetett zsarolni őket. Kínozták egy, egy, egy Szent Ágnest, vagy Szecíliát, akit mi szeretünk nagyon górusunk kapcsán, nem lehetett zsarolni őket, mert azt nem mit tudtok csinálni velünk? Megölhettek, de az örök élet reményét nem tudjátok elvenni tőlünk. És ez az, amit megint hozzá kapcsolunk a mi mai társadalmi gondjainkhoz. A hitből fakadó tetteink ezt a reménységet kell, hogy tükrözzék. Nem vacakolunk mi, és gyűjtögetünk, ugye megint a Máti evangélium, a hegyi beszéd, hogy ne olyan kincset gyűjtsetek, amit ellophatnak, a rozsda megemészthet, ahol a kincsed ott a szíved is. Olyan kincsetek legyen, amit senki el nem vehet tőletek, és ez a jóságnak, a szeretetnek a gyümölcse. A szeretetnek a kincse. És ez fakad abból a hitből, amelyet egyre személyesebben átélünk, Jézus Krisztussal való találkozásban, aki szeretett és meghalt értem. Ebben a mostani, azért mondom friss élmény, mostani kerekasztal beszélgetésben, mert tegnap volt a fölvétel ennek a virágvasárnapi beszélgetésünknek, ott, ott is előkerült ez a, talán a Fabinyi Püspök úr mondta, hogy nem az emberiségért halt meg Jézus. Ez kevés. Értedés értem. Ezt a személyes hitet próbáljuk átélni. Ugye Szent Pál is azt mondja, hogy ő szeretett engem, és föláldozta magát, értem. És ebből fakad az a nagy lelkűség, az a felszabadult lelkület, Amivel mi tényleg a saját talentumaikat tudjuk kamatoztatni és megosztani másokkal. Folytassátok majd tovább ezt a gondolatot. Megint csak azzal az egészen konkrét vonatkozással, hogy nézetek körül, ti mit tudtok tenni, hogy azt a sok emberi nyomorúságot enyhítsétek, amivel terhes a mai magyar társadalom. És az csak a cigányságnak a problémája az csak az egyik rész. Tehát jól tudjátok azt, hogy ugye szenvedélyesen küzdök, meg harcolok azért, hogy, hogy, segítsük a mezőgazdaságban talpra állítani ezt az országot, a mezőgazdaságon keresztül. De éppen a cigányságnak a, a megsegítésével, hogy nagy türelemmel tanítsuk meg őket, hogy ő is higgyen abban, hogy elveti azt a, azt a vető burgonyát, hogy abból lesz valami. Nem száz évekkel, hanem ezer évekkel van lemaradva a cigányságunk. És erre akkor jött, döbbentem rá, megint csak hogy visszatérek ez a döbbenetes élményhez, hogy amikor az evangéliumokat olvassuk, és Jézus a magvető példázatát mondja, eddig még nem jutottak el a cigányaink. Ők még nem hisznek abban, hogy az elvetett mag szárba szökken. Ő aznap éhes, és akkor kétségbeesik, és a nyomorult ellopja a leszakadt vezetéket. Mert elborul az agya. Elvezetni oda, hogy elhiggye, hogy azt a földet meg lehet munkálni, művelni, de ehhez példát kell adni, ehhez segíteni kell. Ez megint csak egy része annak, hogy ebben a mai nyomorúságban mi nem nézhetjük ezt közömbösen is, hogy na majd majd egy új kormány talán rendet csinál a cigány problémával. Ez önbecsapás és hazugság. Meg nem mondok még erősebb kifejezést. Nem ö halogathatjuk ezt. Na, de ennél még nagyobb nyomorúságnak érzem <kül> azt a szellemi inséget, azt a lelki nyomorúságot, amiben a mai magyar társadalmunk van. Az ifjúságunk. Hát nagy reménységgel, vagy hát most nem tudom, hogy hogy mondjam, aggodalommal és reménységgel gondolok arra, hogy sikerül-e ez a oktatási program, köznevelési program, hogy a tanrendbe ne csak megint ismereteket szerezzenek, információt a gyerekek, hanem performatív ismeretet is kapjanak az etikában. Hogy emberré váljanak az ifjúságunk, és ne szórakozásba lássa az ő jövőjét, hanem hasznosnak érezze magát, hogy ő tud valamit tenni, hogy jobb lesz ez a világ. Múltkoriban beszélgettünk egy baráti körbe, hogy, és gondoljatok csak bele, hogy hát normális ez a világ. Erőgépeken, izzadságszagú konditermekbe, meg, meg wellness hotelekbe erősítik az izmajukat, ahelyett, hogy fölásnák a földet. Hát normális ez a világ. És arra van pénzük, de utána mennek tüntetni. Tehát ez a lelki nyomorúság, ami mellett megint nem szabad elmenni. És mi, akik, ti, akik ma itt vagytok, megkaptuk a hit ajándékát. A, a, lelki kincseinket, amit örököltünk a szüleinktől, a tanárainktól, ez kötelez bennünket. Nem nézhetjük közömbösen, hogy ennyire primitívé válik a mi, a mi társadalmunk. Haza szeretet. Most megint a március 15-e kapcsán megint szembesültünk azzal, és hát úgy beszélgetés közben, hogy sokan mondtuk ezt, hogy az Úristen rá segített bennünket, hogy ugye nem jutottak el a wellness szállókig sokan, vagy a, nem tudom, síparadicsomba, ott rekedtek, de a többiek, akik itthon maradtak, azok tényleg megmutatták az emberségnek a példáját. Akik segítettek, és nem a mikrofonhoz kapkodtak. ebben a társadalmunkban dolgunk van. Csak az ad erőt, hogy mi naponta megfogjuk ennek a kis gyereknek a kezét, és megmutassuk, hogy milyen szépek ezek a képzőművészeti alkotások, hogy rácsodálkozon erre a teremtett világra, hogy hallgasson szép muzsikát, hogy kezébe vegyen egy szép könyvet, egy szép verset elolvasson, meghallgasson hogy segítsük újra vissza a mi népünket, úgy, mint a két világháború közötti időben, ami nagyszerű néptanítóink, az a nagyszerű nemzedék, hogy a tanyasi iskolákon keresztül felemelték a mi népünket. Ma ugyanúgy újra kell kezdeni. És a hazánk szeretetét, a család szeretetét, az élet szeretetét csak a mi önzetlen példánkon keresztül tudjuk odaadni nekik. Hát, húsvétre készülünk. Jézus feltámadásának a, a hitével tekintünk körül ebben a világban, és hát tekintünk erre a, erre a drága, 77. évébe levő Ferenc pápánkra. Hát, nem hiszem, hogy ez egy véletlen dolog, irány mutat az ő saját, mindennapi, természetes, őszinte, hiteles magatartásával. Megpróbáltam kinyomtatni egy képet, ugye azért én nem vagyok annyira profi, úgyhogy Zolikán majd legközelebb segítesz, de el tudjátok képzelni a nagy csütörtöki lábmosás jelenetét még tavalyról, amikor Buenos Aires-i érsekként egy éces, tolókocsiba levő kisfiúnak megcsókolja a lábát. Így van előttünk ez az ember, és követi annak a Krisztusnak a példáját, aki megmosta a tanítványainak a lábát az utolsó vacsorán, és azt mondta, hogy példát adtam nektek. A hitből fakadó tetteink a Krisztus követésnek az útjára vezetnek bennünket, és az örök élet reményével. Az, amit nagy szívvel, önként nem parancsóra, nem valami különösebb újabb nyugdíj törvény vagy adótörvény alapján, hanem a hitünkből fakadó szeretetünkkel teszünk egymásért, az örök életre szól. Itt, ebben a látható világban, ebben a kézzelfogható világban lettünk Isten munkatársai. Ő hívott meg bennünket, hogy építsük az Isten országát. Hát áldott husvétot, drága, szent, nagybőtű időt, nagy hetet kívánok minnyájatoknak, és azt, a, azt az örömet és azt a békét, amit senki el nem vehet tőlünk, és ami ebből a hitből fakadó szeretetben nyilvánul meg. Hát ezt akartam nektek elmondani, és hát megint csak azt kérem, hogy imádkozunk együtt a Szent Atyánkért. most már tudjuk, hogy ki ő, álljatok fel, és imádsággal, é, é, énekszóval, imádsággal fohászkodjunk érte. Hol Szent Péter,